Tehát nem csak a belső nehézségek, de a külső megpróbáltatások is a javunkra válnak. A kérdés az, hogy kell-e imádkozni azért, hogy ezek eltűnjenek már, mint a nehézségek, vagy sokkal inkább azért lenne érdemes, hogy megértsük azok okait, azokból tanulván pedig megedződjünk és fejlődjünk. Miért érdemesebb imádkozni? Döntse el mindenki. Amennyiben valami magától megoldódik, úgy, hogy nem tettünk azért semmit, és meg se változtunk, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy egyáltalán még a helyes úton járunk-e. Mert az élet kihívásai hivatottak minket fejleszteni, és ha köddé vált a nehézség, lehet, hogy maga a gondviselés is eltűnt az életünkből. Saul tudta ezt, és örvendezett megpróbáltatásain, mert boldog volt, hogy ezek mind azt jelzik számára, hogy az atya igenis foglalkozik vele, és nekünk is pont ilyen boldognak kellene lennünk, amikor megpróbáltatásokat szenvedünk.